utolsót látjuk. A mai szomorú történetünk egy meleg szerelem, meleg párról szól, akinek a lángoló szerelmi kívül most rúgják szét a kívülő barazsat, és a gyereküket, a közös gyereküket, a szerelem gyereküket el kell helyezni valahol. A bírósági tárgyaláson leszünk ma, ezt fogjuk végignézni, remélem tanulságos lesz a történet. Bemutatom a bíróságot. A bíróság elnöke Dr. Márk, professzor, urológus és egyebek. De most ez úgy lehet, hogy ebben a baj... Hát most valamit elmondanak, akkor egybe bele kell röhögni. Jó, semmi gond, őrizze meg a tekintélyt a bíróság. Én is hagyjátok abba. Igen? Dr. László, ő a vállásnak a szakértője, azt képviseli. A szipolti dolgos anyagok. És... valamiért ide került, nem tudjuk, hogy ez a Ricsi, ő a meleg problémának a jogi képviselője. Tapasztalat akarom! Jó, akkor bemutatom a mai történet valódi két főszereplőjét. A egykoron boldog pár, aki most már igazából két pár. A Jana és Pisti, hogy ki az apuka, meg ki az anyuka, azt döntsük. És akkor a fiatalkorú gyereket, aki megy a veszekedés, azt bemutatjuk. A szemét személyiségi jogok miatt ki kellett takarni, de hát ez van. Itt a kisfiú Ricsi, fáradj, ülj le. Megkezdjük a tárgyalást, kérem mondják el az ügyfelek, hogy mi a problémájuk egymással. Kezdje, Csubák, tartás. Kartás. De szeretjük. Kezd el. Kezd el, ne kezdjük. Csendet a terembe. Jó, Jana, mondja. Azért kell, hogy nálam napjon, mert ő nem tudja eltartani. Tiszta csor, saját láda sincsen, nem a kocsinja. Iskolába sem tudja járni. És azt megkérdezte. Nem, mert iskolába! És azt megkérdezte magától, hogy magának van a munkája, vagy van. Csigoló vagyok. Hát és a közmunka az nem számít, hogy nem. Rendes nem munkája van magának. Nem, hogy csigoló vagyok. Hogy csigoló? A csigoló az nem munka. Csendet, most én beszélek. Most akkor válaszol bennetek. Kendet, ha volt nálam egy ilyen ügyben, Kendet! Jaj, maga az! Ja, tudom, a rahadó, a repülő is kicsit, te vagy! Kimegyed? És miért akarod kiverni a pályafogat? Na, mondjátok akkor? Ja, én arra döntöttem, hogy bűnös. Melyik? Mind a kettő, mert egyiknek sincs normális munkahelyet. Hát én meg a gyereket, kikérem magamnak, én a főnök. Csöndet a terembe! Most én beszélek. A gyereket meg intézetbe küldöm. Az itába. Ennyi. Nem! Te se szóljál bele! Én már nem problémálom! Mert most így nekem ne szóljál, most nem gondoltam. De! Ne, nem így gondoltam el! Hogyan gondoltam? Na, én úgy gondoltam, hogy a gyerek fogja eltartani mind a kettőt. De a gyereknek nincs munkahelye, érted? De van! Hát itt van, itt van 19 éves, ez nem még iskolában, a 8. jár. Hát hogyan van ez? Állandóan a háztöltő lóba. Hát mit csinál? Hát úgy beálltáltam az utcán és egyetem azon.